Terveztük már, hogy lesz egy kisfiunk, vagy egy kisbabánk, tehát nekem több mindegy, hogy fiú vagy lány, csak fiú legyen. Tehát az... Folytatódott a Fiúk, férfiak, apák helye és szerepe a családban című tematikus rendezvénysorozat, amelyet az Összefogás Újbudáért Egyesület szervezett a Családbarát Újbuda programja keretében. A tavaszi nyitóeseményt anno a Bethlen Gábor általános iskola és gimnáziumban tartották április 21-én, többek között Hoffmann Tamás polgármester és Nagyné Antal Anikó önkormányzati képviselő védnöksége mellett. Ez egy újabb sorozat, rendezvénysorozat, aminek most a második alkalma jön létre. Az első az a Bethlen általános iskolában volt, ahol pszichológusokat hívtunk meg, hogy beszéljenek a fiúk, férfiak, apák szerepéről. A következő, ami most jön, az pedig egy humoristát hívtunk el, hogy ő is egy kicsit az ő oldalára, a humor oldaláról világítsa meg az apai szerepét. A programsorozat a Malom közösségi térben folytatódott. Az Összefogás Újbudáért Egyesület 2014 őszétől szervez a családi élettel kapcsolatos rendezvényeket Családbarát Akadémia címmel. Az Egyesület 2015-ben csatlakozott az Újbuda önkormányzata által indított nagy sikerű Családbarát Újbuda programhoz, és ennek keretében vetődött fel az apák szerepe a családban. Ennek több nézőpontból történő megvilágítására vállalkozott az Összefogás Újbudáért Egyesület új rendezvénysorozata. Az egésznek az az alapkoncepciója, hogy egy nagyon fontos célkitűzés a családbarát civil szervezetek, illetve az állam családbarát programja szempontjából, hogy az apák szerepéről egyfajta társadalmi párbeszéd induljon, és ennek a részesei szeretnénk lenni mi is, hiszen egészen 2017 júniusáig tart ez a rendezvénysorozat, és ennek keretében minden hónapban tartunk egy ilyen előadóval, illetve hát egy ilyen interaktív párbeszéddel vegyes rendezvényt. Amit éreztem, az lényegéből az, hogy most már akkor felelősségteljes apukának kell lenni, ami soha életemben nem akartam lenni. A program sztár előadója Lorán Barnabás, azaz Trabarna humorista volt, aki maga is két gyermekes családapa, családjával itt, a kerületben él. Az én szerepem a családban, én vagyok az, aki hazahozza a vadat, és aztán a többiek még megeszik. Én úgy szoktam értelmezni magamat, hogy az alvállalkozó vagyok a saját családomban. A rendezvénysorozat az Összefogás Újbudáért Egyesület Malom közösségi terében nem sokára folytatódik.